Szeretnék köszönöm a testvéreket, megtiszteltünk kezdeti énekéből a 272. dicséretet. 4 versével. Felségesnek nevednek, mennyi édes atyám, felséges Istenünk, és a báránynak, aki megöletett a Szentlélekkel egyetemben. Köszönjük te néked, mennyi édes atyám, hogy te még nem vetetted el ezt a bűnös embert. Te még mindig jó reménységgel vagy azok iránt, akiket te vársz még mindig uratja a szállodba. Mert még nem telt be azoknak a száma, akiket te elválasztottál. Uram, köszönöm te néked, hogy ebben a gyülekezetben is hirdethetik az evangélium. Köszönöm, hogy nem hagyod elfogyatkozni a népeket. De te látod, hogy ezek az üres székek mindazokra várnak még,
akiket te is szeretnél látni. Bocsáss meg azoknak, akik megkeményítik a szívüket is. Nem tudják a jobbik részt választani, mint annak idején Mária tette. Ott egy kicsi Betánia otthonban. Egyéb elfoglaltságot találnak maguknak, Uram, vagy esetleg a kárszerékeiket űzik. Könyörülj meg rajtunk, hiszen te neked van hatalma. Vonz elő embereket, hiszen te magad mondottad, Úr Jézus, hogy senki nem jöhet te hozzá, ha nem vonja az Atya. Könyörögjél, hogy kérjed az Atyát, hogy vonja az embereket, hogy jöjjenek. Adj ébredést ebben az időszakban is, mint az 50-es években történt. Könyörögök te hozzá, mennyi édesem. Áld meg ezt a gyülekezetet, mely helyre telepedett, könyörülj rajta, Úristen, és bővült rajta kegyelmedet. Könyörgök te hozzá, mennyi időtem, te áld meg a mi együtt létünket is, és áld meg az egyéb gyarló szólóját, és légy közöttünk a lelked által, semmi hiába valóság ne hagyja el az én számat, Uram, csak ami hasznos az építése. Áraszt kérlek, szent lelkedet, Uram, és adjad, hogy gazdagabban tudjunk hazatérni otthonainkban, mint ahogy idejöttünk, legalábbis lelkiekben. Könyörgök te hozzád, taníts minket úgy számálni napjainkat, hogy bőszépedősünk. Amen. Kedves testvérek, az a szentége, amelynek alapján Isten szent lelkének segítségű hívásával bizonyságot szeretnék tenni előttetek írva található a Márk írása szerint való Szent Evangélium 14. részében, a 26 és ezt követő verseiben a következőképpen. Miután dicséretet énekeltek, kimentek az olajpák hegyére, és akkor így szólt hozzájuk Jézus. Mindnyájan megbotránkoztok bennem, mert megvan írva, megverem a pásztort és elszévednek a juhok. De miután feltámasztom, előttetek megyek Galileába. Péter ezt mondta neki, ha valamennyien megbotránkoznak is, én akkor sem. Jézus így szólt hozzá, bizony, mondom nézzel, te még ma ezen az éjszakán, mielőtt kétszer megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Ő azonban annál inkább mondta, ha meg kell is halnom veled, akkor sem tagadlak meg téged. Ugyanígy beszéltek a többiek is. Ekkor arra a helyre értek, amelynek neve Getsemáné, ahol így szólt tanítványéhoz. Üljetek le itt, amíg imádkozom. Maga mellé vette Pétert, a maga képjának. Azután elkezdett remegni és gyötrődni. Majd így szólt hozzájuk, szomorú az én lelkem, mint haláli. Maradjatok itt és virrasszatok. Egy kissé tovább ment a földre borult és imádkozott, hogy ha lehetséges, múljék el ez a pohár, hogy ez az óra. És így szólt, Abbá, Atyám, minden lehetséges neked, legyen tőlem ezt a poharat. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Amikor visszament, alva talált őket, és így szólt Péterhez. Simon, halszol. Nem bírtál egy órát virasztani. Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésben elfetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtelen. Újra elment, és ugyanazokkal a szavakkal imádkozott. Amikor visszatért, ismét alva talált őket, szemük elszenderül, és nem tudták, elnehezült, és nem tudták, mit feleljenek neki. Harmadszor is visszatért, és ezt mondta nekik. Még mindig alusztok és pihentek elég. Eljött az óra, ime átadatik az emberfia a bűnösök kezébe. Ébredjetek, menjünk, ime közel van, aki elárul engem.
Kedves testvérek, minden evangélium megemlíti ezt a történetet is, ezért hívjuk szinoptikus, egybehangzó evangéliumoknak, hiszen ott voltak Jézussal. És gondolom, hogy azért is mind a négyen leírják, mert ez az egyik legfontosabb része az üdvtörténetnek. Ez az egyik legfontosabb része. Jézus, aki egy volt az Atyával, mégis szüksége volt arra, hogy imádkozzon. Pedig ő maga mondta, én is az Atya egy vagyok. Nekik a gondolataik is közösek voltak. De nem csak Isten volt, hanem ember is. És az embernek pedig egyik legnagyobb szüksége, hogy tudjon imádkozni. Ismerje a teremtőjét és megváltóját. És tudja, hogy neki minden lehetséges. Mert Istennél minden lehetséges. Lehetséges lett volna az is, hogy a fiút megmentse az áldozat hozatalától. Lehetséges lett volna. Mert Istennek más módja is lett volna arra, hogy megmentse az emberiséget. És miért mégis nem tette, hogy megváltoztatta volna? Azért, mert Isten hű az ő ígéreteihez. Mert ő nem ember. Mert az édenkertben már elhangzott a protoevangélium, az első evangélium, ami az ember felé hangzott. Hogy majd az asszony maga a kígyó fejére tapos. És mivel véres áldozat nélkül nincsen bűnbocsánat, hiszen tudjuk, hogy Izrael népének a bűnért bárány kellett feláldoznia. És úgy bocsátotta meg Isten, ha megvallotta a bűnét, és rátette a kezét, az ő bűnét ráhelyezte a bárányra. Nincs ez másképpen most sem. Krisztus az Isten bárány. Legjobban tanúsította ezt Keresztelő János. Ott a Jordán partján, amikor Jézus megjelent, így nyilatkozott róla. Imé az Isten bárány, aki elveszi a világ bűnét. Tehát mindennek meg kellett történnie, azonban mivel Jézus tökéletesen ember volt, ugye tökéletesen Isten is volt, mégis volt valami félelem az ő szívében. Mert tudta azt, hogy mit jelent keresztre feszíteni. Tudta azt, hogy mit jelent megaláztatni. És bűnösök kezébe adni. Épp ezért nem csak egyszer, hanem kétszer is megismételte a kérését az Atyához. Mit mondok? Tudom, hogy neked minden lehetséges. Tudom. De azért hozzátette, hogy ne úgy legyen, ahogy én szeretném, én akarom, hanem ahogy te. Mert ebben a világban mindig Isten akarata érvényesül. Még akkor is, amikor mi azt gondoljuk, hogy hát ezt emberek cselekszik. Ember nem cselekszik, nem cselekedhet semmit sem az ő tudta és akaratán kívül. Még gyerőt is elhangzott az ige érdekében, hogy még jó esetében is Isten akarata teljesedett be. Isten szolgáltatta ki őt a gonosz léleknek, a sátánnak. Isten szolgáltatta ki. Azért, hogy megpróbálja a hitét. Tehát akar jó dolog, akar rossz dolog történik az ember életében, az Isten tudtával és akaratával, ezt hangsúlyozom, hogy akaratával történnek a dolgok ebben a világban. Azt jelentem, hogy egyetlen egy hajszál sem esett le a fejetekről az én akaratomon kívül, az Atyának akaratán kívül. Egyetlen egy hajszál sem esett le.
még az egy hajszál állatot is számon van tartva. Istennek a legkedvesebb teremtménye az ember. Azért, mert egyedül az ember az, akit ő alkotott, és nem legyen szavával teremtett. Egyedül az ember. A többit mind legyen szavával alkotta, de az embert formálta. Kezei munkája. És ezért kedves neki, sőt, még azért is, mert a saját lelkéből, leheletéből lehet vele életet. Tehát Isten alkotásai vagyunk. És ez a Jézus, aki tényleg asszonytól született, mert asszonytól kellett neki megszületnie, azért, hogy mindazokat az érzéseket, amit egy földi ember átérezhet, örömöket, bánatokat és fájdalmakat, azt át tudja érezni. Testben kellett megszületni, hogy kísérthető legyen. Mert ő is kísérthető volt. Tudjuk nagyon jól, hogy még a sátán őt sem kímélte, őt sem átalakta megkísérteni a tanulmival pusztába bőtől. Nem kímélte. Még őt is angyaloknak kellett segítenie, támogatnia az angyaloknak. Igen, mert valóságos Isten és valóságos ember volt Jézus. Azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő Istennel egyenlő, hanem magát megalázva emberré lett. Magát megalázva emberré lett. Nem véletlenül hívja fel a tanítványok figyelmét, amikor versengednek, hogy ki a nagyobb. Akkor azt mondja nekik, hogy aki nagy akar lenni közöttetek, legyen mindannyiatoknak a szolgája, sőt, rabszolgája. Mert aki magát megalázza, az magasztaltatik fel. És ő magát megalázta, mint halálig a keresztvának haláláig. De neki nem azért volt jusson mennyben, hanem azért, mert ő onnan jött és oda ment vissza. És akkor, amikor kivennek oda a Getsemáné kertjében, akkor először is beszél nekik arról, hogy neki majd meg kell halnia, emberek bűnösök kezébe kell maradnia. És azt mondja, Zsoltár kidézi, hogy megverem a pásztort és elszélednek a jók. És mindjárt megbotránkoztak én bennem. Miért botránkoznak meg? Azért, mert az egész zsidó nép, köztük a tanítványok is, nem ilyen messiás láttak. Csalódtak benne. És gondolom, hogy a Júdás árulásában is nagy része volt a csalódásának. Hiszen ők újat vártak, aki majd kardot rajta, és kiveri a rómaiakat az országból, és visszaállítja Izraelnek a mikőségét. Ők ilyen Izraelt van, ilyen messiás van. És nem olyat, aki majd hagyja magát megkötözni, leköldözni, megocsolódni, és keresztre feszíteni. Nem ilyen messiás van. Azért mégis megpróbáltak hűségesek maradni hozzá. Megpróbáltak hűségesek maradni. És azt mondja, Péter, aki tényleg olyan hirtelen természetű volt, szókimondó, mindjárt kimondta, amit gondolt, nem gondolta még, hogy mit mond. Ha mindenki nem volt rámkodik is, én akkor sem. Nem ismerünk magunkra ebben a természetében Péternek?
Sokszor meggondolatlanul mondunk mi dolgokat, és utána megbánjuk. Van egy erre jó magyar közmondás, hogy később bánnak elgondolat. Ami elhangzott, az elhangzott. És akkor Jézus megmondja neki, hogy mi fog vele történni. Mielőtt a kakas kétszer megszólal, háromszor fogja megtagadni. Pedig azt mondja Péter, hogy kész vagyok veled a halálba is menni. És úrrá lett rajta az emberi gyengeség. A félelem. Akkor, amikor ez a kicsi szolgálóján megszólította, hogy hozzátartozik a Názáretihez. Nem ismerem őt. Nem ismerem. Miért kellett ennek megtörténnie? Azért, hogy Isten alázatra tanítsa az ő úgynevezett első tanítványát, akit Péternek, Kősziklának nevezett el. Alázatra tanítsa. Mi megtanulja Péter azt, hogy ne hirtelenkedjen, hanem gondolkodjon és úgy szóljon és úgy cselekedjen. Hogy későbben olvasjuk, hogy egy volt egy esemáni kertében, mikor megjelentek a főpapnak a szolgái, még kardot is ráncolt és levágta a fülét Márkusnak. Igaz? Még ott is hirtelenkedik. De mi haszna volt? Annyi emberrel szemben. Még ha tudta ezt, hogy Jézusnak lenne hatalma, többség angyal tudna rendelni, hogy megszabadítsa, de akkor is. Nem ismerünk magunkról, hogy mi is sokszor kardoskodunk. A magunk igazáért kardot rántunk. A viselkedésünk hasonlítja ez a Péteréhez. De csak addig, amíg a Szentlélek Isten lakozás nem megy velünk. Mikor változott meg a Péternek a természete? Ott a Golgotán? De ott sem volt. Azt olvassuk, hogy csak János egyedül volt ott a kereszt alatt, a tanítványok közül. Nem akkor. Hanem tűkösfa. Hiszen Szentlélekkel felruházta már Jézus őket, tudjuk nagyon jól, mikor kiküldtek, és hatalmat adott azoknak, hogy ördögöket hűzzenek, gyógyítsanak, és sorolunk tovább. Szólalhatnám tovább, hogy milyen hatalmat adott nekik. De ez még nem az a Szentlélek volt, amely újjászülte volna őket. Ez még csak olyan, az a Szentlélek volt, amely hatalmat adott nekik bizonyos dolgokra. Az a Szentlélek Isten, az ott pünköskor töltetett királyok. Amikor bátorok lettek, bátrak lettek, most már a félelmet, a félelmet elhűzte a szívükbe. Mondja, hogy igen, nem a félelmet lelkét adtam neked, hanem a bátorságnak lelkét. És akkor esetünk, és akkor kimert állni, és akkor most már nyíltan, érte kockáztatásával is vallást tett arról. Sőt, nagyon keményen, ítélő bírává lett a zsidóknak. Ti, akik gonosz kezeitekkel keresztre feszítettétek a szentet. Igen. Ott már nem féltett az életét. Ott már valóban az lett, akivé formált a Szentlélek Isten. Mert a Szentlélek Isten szűr újjá bennünket, mert azt mondja az ige, hogy aki Krisztusban van, az új teremtés az. A régiek elmúltak, és ime új jött létre. Nem létezik, kedves testvérek, hogyha egy ember a Szentlélek lakozást vesz, hogy ne történne változás az életében. Hogy ne látszódna meg rajta,
Azt, hogy újra születek. Vietnam vágyon hallottam Liza nénitől egy történetet, hogy volt ott egy részeges ember, a felesége unszolására, aki hitben járt, elment Vietnambányra egy csendes hétre, és hát Isten szent lelke megérintette is. Hitre jutott, megtért. És a következő évben már akkor nem kellett unszolni a feleségének, önként jött, ment egy csendes hétre. És Liza néni meg beszámolt róla. Én mikor kérdezte, hogy mit történt János? Tetszik tudni? Liza néni azt mondja, ki vette észre legelőször is, hogy én újjászülettem? Hát ki csodálta? A felesége? A kutyám. Hát hogy? Hát úgy, hogy amikor én hazamentem, hogy bementem a kapun, akkor nem rúgtam bele, mint amikor részegen hazamentem. Szóval együtt hozzám söndörögni, dörzsölögni, mindjárt azok az első belerúgtam egy nagyot. Most pedig nem rúgtam bele. Ez természetesen nevetségesen tűnő dolog, de így van. Megváltozott a természete. Új természetet kap. Krisztusi természetet. És Péternek is erre volt szüksége. Erre volt szüksége, új természete legyen. De még nem jött el annak az ideje. Még csak annak az ideje jött el, hogy imádkozzanak ők is ott a kertben, legalább már még kertben. Imádkozzanak a elkövetkező dolgokért. Amiket az Úr Jézus megmondott, hogy majd eljönnek érte. Hogy Isten mentse neki, imádkozzanak azért. Mert ott voltam a sátán is. Kedves testvérek, a sátán az mindenütt ott van, itt is. Ha megbotránkoztak már bennem, amikor azt mondtam, hogy vegyük tudomásul, hogy sokkal több sátán fióka van a templomban, templom padjaiban, mint a kocsmában. Hogy lehet? Hát azért, mert ott van veszteni valója neki az idegentetésén keresztül, mert a hit hallásból van. A hallás pedig Isten égei által. És ott van, hogy elvonja annak a figyelmét, akit Isten meg akar szólítani. Elvonja a figyelmét. Amikor Isten valakinek személyre szóló üzenetét akar adni az idegentetésén keresztül. Én magamon tapasztaltam már kérdésségek, hogy volt úgy, hogy ott ültem a padba, és szólt az igehirdetés, és én nekem a gondolatom szinten azon jártak, hogy ugyan elzártam én reggel a gázt, amikor megmelegítettem a kávéba. Ugyan elzártam. Ezért forgott le. Mi lesz, hogyha most kigyúlt a ház? Ott volt a sátán. Uralta az elmémet, és nem tudtam. Nem tudtam volna megmondani, hogy miről szólt az igehirdetés. Igen. Azért mondja, hogy ezért vigyázzon, hogy aki áll, el ne essék. Mert még a legkülönbek is megtántorodnak, ezt mondja az ige. És ezt nem azért mondom, hogy én különb vagyok. De megtántorodnak még a legkülönbek is. Mert Istennek megvannak az eszközei. Például Pál apostol esetében azt olvassuk, hogy több is adatott a testemben a sátán angyala, hogy gyötörjen engem. Háromszor könyörögtem az Úrhoz, de azt mondta, hogy elég néked az én kegyelmem, mert az én erőtlenség által vitetik véget. De később megmondja azt, hogy is miért. Hogy fölöttél el ne bizakodjam. Hajlamos volt az elbizakodottságra. Hajlamos volt megrabolni az Istennek a dicsőségét. Még így is olvasunk olyat a szájából, a tollából, hogy többet munkálkodtam, mint a többi apostol együttével. Igaz? Hát mi ez, ha nem dicsekodsz? Igaz? Istennek kényszerítő eszköze volt szüksége. És
És nincsen másképpen az ember életében is, Isten sokszor éppen a betegséget használja fel arra, hogy ráfigyeljünk. És sajnos a sátán azt sugallja ilyenkor, mikor Isten betegséget bocsát az emberre, hogy hát azzal foglalkozzon az ő nyavajájával. Szinte arról beszéljen másoknak. És ne a megtérésről, vagy arról, hogy Isten őt is szereti. Természetes dolog, hogyha Isten helyzetbe hoz valaki bennünket, párakat, aki már az övé, akkor legtöbbször éppen azért fekteti kórházba, hogy ott akarja használni a kórházba. Mert ott van valaki, akinek szüksége van rá. Azért viszi oda az ő angyalát. Mert itt van a történetemet, hogy Isten is elküldte a szanatóriumba az angyalát. Mert nekem arról szükségem pontosan, hogy valaki bizonyságot tegyen arról, hogy Isten nem dobott el, nem hajított el, amiért kerestem, befeküdtem. Hogy álljak fel. Ragadjam meg azt a kezet, aki kinyújt felé, hogy felálljak, helyemre álljak. Attól kezdve változatni az életet. Tehát Péternek is kinyújtotta a kezét. Látjátok, hogy milyen nyomorult is az ember, hogy nem elég, hogy egyszer még akkor észre térjének, mikor visszatérjé, oda térjé Jézus hozzájuk, azt felkelti őket, azt megfedi, hogy hát egy órácskát nem bírtatok pirasztani. Valahány borszor. Még másodszor is ugyanúgy van, sőt még harmadszor, igaz? Elnyomta az állam. Hát ki az, aki az államot bocsátotta rá? Hát az ördög. Az ördög, igen. Templomban is van, aki elalszik az igényedetésen. Az ördög álmosságot bocsát rá. Mert az egyik eszköze, az. De van egy másik eszköze is, az álmatlanság is. Amikor nem bírok aludni, akkor legjobb orvosság arról a legjobb oltató. Imádkozni, vagy elővenni a Bibliát és olvasni. De akkor majd a sátán azt kereszi, hogy elaltak, hogy ne olvassam tovább azt a Bibliát. Hát abból épülhet, igaz? Tehát ilyen rafinált a sátán, nagyon rafinált, a legrafináltabb teremtmény, a sátán egy teremtmény, no, nagy hatalommal rendelkezik, ugye teremtmény. És ébredjetek, mert eljött, aki elárul engem. Igen, kedves testvérek, hányszor várunk mi is árulójával az Úr Jézus Krisztus, tehát mindannyiszor, amikor nem ragadjuk meg az alkalmat, hogy embereket, lelkeket mentsünk. Amikor szégyenünk, hogy nem merünk bizonyságot tenni arról, hogy nem merünk figyelmeztetni az illetőt, hogy térjen meg, mert különben a kározat lesz az osztályrészet. Mert vannak mulasztási bűnök is, nem csak cselekedeti bűnök. Mi lesz majd akkor majd, hogyha majd ott? Valaki átkiabál onnan a pokolból, hogy miért nem beszéltél nekem Jézusról? Miért állandóan csak a világaiakról, a kertedről beszéltél nekem, minden más dologról? Vagy a politikáról? Igen, egy lélekért se érjen vágya téged, hogy te miattad nem látta meg őt. Miről beszélgetünk?
akár a buszon, vagy akár egy váróterembe, hogy váró a rendelőintézetbe, miről áll, miről áll a mi beszélgetésünk. Mert fontos, hogy figyelmeztessük az embereket. Kérem, sokan haragszanak azért, mert én elég sokat beszélek a katolikusokról, katolikus egyházról, ugye legveszedelmesebb egyház ezen a világon a katolikus egyház. Mert tévedésbe tartja a híveket. Igen, tévedésbe tartja a híveket, hogy miért bántom én őket, nem bántom, figyelmeztetni akarom, hogy kérjenek meg, nem kikérjenek, hanem meg kell kérni. Elhagyja a bálványimádat, és minden mást, amit hozzátoltak. Az öreg otthonban szolgáltam csütörtökön, voltak ott vannak ott katolikusok is, páran. És hát ott pedig azt mondtam, hogy az egyik legnagyobb szentségtörés az úrvacsorának a megrövidítése a katolikus egyházban. Amikor nem adják oda a poharat a híveknek. Noha azt mondja a pap, hogy írtok ebből mindjárt, félolvasra, amit félolvasra, az ige. De nem adja oda. Miért? Igyetek ebből mindnyájan. Tehát látjátok, hogyha nem figyelmeztetjük őket, nem nyitjuk fel a szemüket, akkor benne maradnak a kározat állapotában. Ekkor arra helyre jöttek, hogy Getsemánénak ahol így szólt tanítványa, üljetek még, még imádkozom, és elment akkor imádkozni. Amikor visszatért, ismét olvasta alá őket, mert szemük elnehezült, és nem tudták, mit feleljenek. Elnehezült a szemük. Kedves testvérek, még ha a szemünk elnehezül, azt majd egyszer kinyitjuk. De hogyha a szívünk nehezül el, ha mi szívünk indulata visszaváltozik a régihez, amikor csalódunk Istenben, mert a hív ember is csalódhat. Különösképpen az, akinek még nem teljes a hite, hogy miért éppen Isten, miért velem, miért az enyémet, miért engem. Mert a kísértő az ott van, és kísért bennünket. Elnehezül a szívünk. És nem vagyunk hűek. Nem tudjuk elfogadni, hogy mindjárt, amit Isten készen, szent az ő akaratja. Nem tudjuk elfogadni. Van egy kedves ének, amit még annak idején áldott emlékünk, Ica nénivel is. A többi Mariskával, Ángulánival és több Zsuzsával énekeltünk egyszer a templomba, még Péter Cicertes úr idejében, a karzaton. Ha az Úr szomorít, oka van rá, tudom én java, miért szomorít. Igen, oka van rá, hogyha megszomorít bennünket az Úr. Jobbra nem azért bocsátotta Isten azokat a rejtelt és nagy csapásokat, amit el sem lehet képzelni, hogy annyi csapás érjen egy embert, amit Jobot érte. De tudta nagyon jól, hogy a legcsodálatosabb mondat majd az ő szájával fog elhangozni a végén. Tudom, hogy az én megváltom él, és egykor az én porom fölött megáll. Milyen csodálatos mondat ez. Egy olyan ember szájából, aki elveszített mindent. Csak egyedül egy valakit hagyott meg neki a sátán. A feleségét. Aki rá akarta menni az öngyilkosságra. Mert a sátánnak volt az eszköze. Igen.
Nem is hittük volna. Pedig ez így van. De a kitartás, a hűség az elvisze jutalmat. Mert sokszorosan megáldott a jó volt az Isten. Sokszorosan. És azt olvasjuk még, ami engem nagyon megfogott a végén, hogy miért is imádkozott, vagy kikért imádkozott, jó. Azokért a hamis barátaiért, akikért vádolták. Azokért a hamis barátokért imádkozott. Tudunk ki a mi ellenségeinkért imádkozni, akik rosszat, kárt akarnak nekünk, vagy rosszat akarnak. Imádkozzatok azokért, akik titeket átkozzon, átkozzak, ezt mondja ő. Imádkozzatok. Mert a gonosz csak jóval lehet megjönni. Ébredjünk fel. És lássuk meg az igazságot. Mert az igazság az nem fogalom. A hívelme számára az igazság nem fogalom. Hanem egy személy. Jézus. Ő mondja magáról, én vagyok az igazság. Feltámadás is. Igen. Ő. Ő az Isten. És Isten úgy látta jónak, hogy feláldozza az egyszülött fiát, azért, hogy mi nékünk ne kelljen a bűn büntetését, a kárzatot elviselni. Amen. Hálát adok teléket, mennyi édesatyám, felséges Istenem, a Bibliáért. Hálát adok, hogy mindezek megírattak a mi tanulságunkra, Uram. Minden szétingetés nélkül a Bibliában le van írva minden. Köszönöm te néked, Uram, hogy pedig azt is leírattak, hogy Jézus megnyugodt ott a Getsemáné kertben, amikor imádkozott. De tudjuk nagyon jól, hogy azt is tudta, hogy neked minden lehetséges. Köszönöm teléket, hogy itt lehettem a gyülekezet közösségével. Hálát adok teléket, hogy van még szabad hozzám. Tudom, tettek kétélővé a harangnak a hívó szavát, kétélő törvét, hogy ne tudjanak nyugodni otthon az emberek, hogy jöjjenek, hallják az igét, az alkalmatosságukat állam is vegyék meg. Könyörülj meg rajtunk, hívásárad népének, Uram. Könyörülj te hozzád beteg testvéreinkért. Hálát adok azokért, akiket meggyógyítottál. De könyörülj azokért, akik még most is betegek. Kórházban vannak, könyörülj meg rajtunk, Istenem. Adja, hogy legyen emberük, akik vigasztalják őket, és ne hasznosan vigasztalással. Könyörgök te hozzád egyházadért, hogy megújul azt az egyháznakban. Püspökeinkért és eszpereseinkért, hogy tiszta kezeket tudjanak felemelni, imádkozván arájuk bízott gyülekezetekért, és elügyeljék a tanítás tisztaságát a hitoktatásban is, és a szószékeken is, Uram, mert a liberális tanítás már betölt egyházunkban is, Uram, könyörülj meg rajtunk. Könyörgök te hozzá teológiáinkat, Csális félre, liberális tanítókat, tanárokat, professzorokat. Küldjél hívő fiatalokat a teológiákra, akiket már nehezebb liberális tanítókkal megfertőzni. Könyörgök te hozzá közelben és távolban lévő szeretteinkért, akik még nem tértek meg munkád az őszínűkben is, hogy megtérjenek, és majd együtt megyünk ott a te dicsőséges országban. Könyörgök te hozzád az elkövetkezendő napokért. Könyörgök azokért, Uram, akik most is kárt szenvedtek, természeti katasztrófával küzdködnek, Uram. Adja, hogy legyen segítségük. Hogy tudjanak te hozzád kiáltani segítséget. Mert csak egyedül te tudsz és akarsz segíteni. Könyörgök te, még vagyok az elkövetkező 7 napjaiban is. Adj erőt a munkánk végzéséhez.
és később jár a szerdai alkalmat is. Fényegett az ára, lelki pásztorunk ilyen. Tárnyegő szolgálatait ott a fiatalok között tudom. Hallgass meg kényelmesen, Názáreti Jézus nevében kérem, a kétenek ott imádkozom. Mi atyám, én mennyekben vagy, szenteltessék meg a teremre. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkeinket. És ne vigyünket a kísértségbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindenekre. Amen. Isten tiszteltünk szerves és az adakozás, felétségben jelzem az apostolítékét, jobb adni, mint kapni. Fogadjátok az áldást. Semmi felől ne aggódjatok, mindenért hálát adjatok. Kéréseiteket mindenkor háladással tárjátok az Úr elé, és az Istenek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a szíveiteket és gondolataitokat. Az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Isten tiszteltünk végeztével énekeljük a 451. Yeah.